A fiatalokkal kialakított párbeszéd megújításán dolgozik Székesfehérvár önkormányzata, erről is szó esett a műhely konferencián. Több mint 4000 fiatalt kérdeztünk meg több témában egy kérdőív segítségével, és ezeket a tapasztalatokat is leszűrve dolgozunk egy új ifjúsági koncepción, amelyet remélhetőleg következő év elején tavaszán az önkormányzat a közgyűlés el tud fogadni. Az ifjúsági területet pályázatok is segítik, emellett pedig változásban van az önkormányzati ifjúságügy is. Megpróbálunk olyan megyei szintű hálózatot kiépíteni, ahol egyfajta összetett, integrált munka folyik, akár az ifjúságpolitikát, de ebbe beleérthetjük a családpolitikát, vagy az önkéntességet is. Soltész Miklós szociális család és ifjúságügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy az új ifjúságpolitika stratégiai célja a fiatalok Magyarországon tartása. Nem adósíthatjuk el az országot a fiatalok kárára. Tehát talán a gazdaságpolitikában ez a legfontosabb. A másik pedig, hogy célt kell adni a fiataloknak, és ez sok területen megvalósítható. Az egyik, amire én azt gondolom Székesfehérvár, mint megyei jogú város példát mutatott, hiszen mondhatjuk azt, hogy a sportvárosa. Ebben az évben két csapat bajnokságot és egy ezüstérmet nyertek, és azt gondolom, hogy a fiataloknak talán az egyik legfontosabb, hogy a tanulás mellett, az oktatás mellett, a nevelés mellett legyen más is, ilyen a sport. A szolidaritás és az esélyegyenlőség tekintetében is célcsoport a fiatal generáció, ezért indult útjára például a Szolidaritás nagykövete program.